Sziasztok! Mindjárt vége van októbernek, úgyhogy most megmutatom az októberi élményeimet egy videóban összesűrítve. Remélem tetszeni fog. Ebben a hónapban olyan sokszor nem vettem elő a telefont videózás céljából, de azért így is elég sok felvétel összegyűlt, úgyhogy remélem tetszeni fog. Októberben még intéztem a papíraimat a munkavállaláshoz, úgyhogy jártam a bevándorlási hivatalban, ami egy nagyon forgalmas út mentén található. Látjátok, ez egy 4x4 sávos útnak a kereszteződése, amelyben hirtelen egyszer csak megjelent egy mozdony. Egyik szombat délelőttünk a Recoleta temetőbe vitt az utunk, amely Argentína egyik legrégebbi köztemetője. És hát, ahogy mondják Argentínában, a halál többe kerül, mint az egész élet. Hát ezeket a síremlékeket látva el is hiszem, gyakorlatilag egész házakat építenek az egyes családok a síremlékeiknek. És ezeket jártuk be egy elég nagy területen. Egyébként a Recoleta temető a lakásomtól körülbelül 10 perc sétányira található, és itt van eltemetve Evita is. Úgyhogy az ő sírját próbáltuk megtalálni, de nem sikerült, de majd legközelebb befizetünk egy túrára, mert hogy a turistáknak természetesen szerveznek mindenféle 2-3-4 órás körvezetéseket, ahol elmondják a temetőnek a történetét. Egyébként az 1800-as évek elején alapították ezt a temetőt. Az akkor még külvárosi Recoletában, most már Recoleta gyakorlatilag az egyik legzsúfoltabb belvárosi rész. Úgyhogy hétvégenként mindig próbálunk egy kicsit kimenekülni innen. Ez a temető engem nagyon emlékeztet a The Originals sorozatban szereplő temetőre, akár itt is forgathatták volna, vagy forgathatnák a sorozatot. Ahogy látjátok, nagyon nagy és fancy sírkövek is találhatók itt, gyakorlatilag emeletes ház méretűek, és még képeket is raknak az elhunyt családtagokról, meg mindenféle emlékeket a család vagy az emberek életéből. Egészen izgalmas, el lehet itt tölteni az időt, az biztos. Viszont vannak elhanyagoltabb területek is, helyek is, ahol ki vannak törve az ablakok, vagy omladozik a vakolat, amik nagyon félelmetesek, mert gyakorlatilag kéznyújtásnyira ott van előttetek egy koporsó, amiben hát feltehetően nagy valószínűséggel fekszik egy elhunyt emberke, és azért ez elég hátborzongató érzés ott állni. És akkor most egy éles váltással térjünk át egy átlagos fagyizóra Argentínában. Még minionokat is lehet kapni, 60 szenzációs. És ez a választék, meg az a kiszolgálás, meg az a körítés, amit a fagyi köré raknak. Látszik, hogy itt az olasz befolyás azért ez elég erős, és nagyon sok az olasz származású család, úgyhogy a hagyományok azok megvannak, és innen jönnek. És hát ilyen fagyizót én még életemben nem láttam. A vitorlázás a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiának az egyik sportága a 32 közül, és október egyik hétvégén volt lehetőségünk a Yacht Club Argentino-ban részt venni egy ilyen vitorlás versenyen, és hát nem részt venni, hanem megnézni. Már a vízre szállás része a dolognak lenyűgöző volt. Igaz, hogy a versenyből sokat nem láttunk, hiszen az kint volt a nyílt vizen, messze tőlünk, de a vízre szállás az elég érdekes volt, és amint látjátok a vitorlákból, a Dél-Amerika mindenféle országából érkeztek versenyzők, úgyhogy szurkoltunk nekik, hogy ne süllyedjenek el. Legújabb környéke Buenos Airesnek.
Itt pedig mennek a kis vitorlások, gyülekeznek a verseny kezdetéhez. És hát nem csak hajókat láttunk, hanem repülőket is leszállni folyamatosan, hiszen Buenos Airesnek két reptere van, az Ezezia International, amire megérkeztem Európából, és az Europarque, ami pedig itt van a parton, a közelben, úgyhogy készítettem néhány felvételt a leszálló repülőkről. Sőt, még a hajóállomás is itt van, és innen mennek a videóban, úgyhogy majd ilyen videóban. Képzeljétek, részt vettem életem első maratonján nézőként. Az egyik munkatársunk életében másodszor lefutotta a maratont. Gratulálok neki, és az utolsó pár méteren szurkoltunk, hogy már azt már ki fogja bírni, és kibírta, úgyhogy nagyon gratulálunk neki. Szerveztek egy koncertet, ahol ők zenéltek, táncoltak, énekeltek, és az est sztár vendége Gustavo Santaolalla argentin zenész volt, aki többek között a Brokeback Mountain és a Babel filmeknek is a zeneszerzője, úgyhogy elég híres, bár én itt hallottam először róla, és nagyon jó volt.
utolsó hétvégén, októberben, így néz ki egy átlagos szombati bráncsunk. Október utolsó szombatján jártunk egy kávévásárban, ahol nagyon szépen voltak prezentálva az élelmiszerek, a kávék, mindenféle ízesítésben. Ugye itt Argentínában nagyon sokféle kávét lehet kapni, ami Kolumbiából, Brazíliából, Dél-Amerika több más részeiről származik. És én még egyiket sem kóstoltam, és a célunk az lett volna, hogy ezen a vásáron esetleg megkóstoljuk, de előtte bráncsoltunk, úgyhogy egyáltalán nem mentünk kávére, hiszen már mindenki megitta a magáét az napi adagot. Úgyhogy csak tébláboltunk össze-vissza, nem sokáig maradtunk, mert így, hogy nem vettünk semmit, nem ittunk semmit, így ennyire nem volt izgalmas. Végignéztük az összes állomást, hogy milyen dolgok vannak, de nem próbáltunk ki semmit, úgyhogy sok értelme nem volt a dolognak. De szép volt az idő, találkoztunk a város polgármesterével, teljesen véletlenül belesétáltunk egy tévéfelvételbe, amin éppen őt vették fel, ahogy éppen itt az egyik helynek a kávéját. Mi meg ott álltunk, és így néztünk egymásról, hogy ez neki. Úgyhogy egészen izgalmas volt, és körülöttünk fotózták a polgármestert, kamerázták, és akkor oda mentek hozzá, közös képet akartak tőle, én meg teljesen meg voltam lökődve, mert úgy kezelték, mint egy celebrityt. Nálunk ilyen Magyarországon ilyen kultusz nem nagyon van. Úgyhogy ez furcsa volt, de vicces volt. Ez itt már lassan a videó vége amúgy. Már csak egy-két felvételem maradt hátra, úgyhogy elköszönök. Sziasztok! Puszi! Nyilatkozol? No comments.